Ennek szeretnék hangot adni. 16. alkalommal rendezte meg a Vajdasági Magyar Szövetség az augusztus 20-ai központi ünnepséget Palicson, tudod, hogy Szent István örökségben hagyott mottóval. Szent István arra tanít intelmeiben, befogadónak kell lennünk, de magunkat nem szabad feladnunk, fogalmazta meg a VMS elnöke. Történelmünk során sok olyan mondat vált ismételtként és ismétlendőként nemzet megtartó erejűvé, de mindegyik magyar volt, magyar. Ezt mi itt, persze, hogy tudjuk. Jó volna, ha megbarátkoznának a ténnyel, és gondolkodóba esnének fölötte azok a magyarok is, akik a részleges önfeladásban, a nemzetfölöttiségben, a multikulturalizmusban, a más, a többség nyelvén történő politizálásban és érdekérvényesítésben látják a nemzeti felemelkedés, megmaradás, boldogulás esélyét. Én mindenképpen világosan kikívánom mondani, hogy aki közszereplőként nem érti a Szent Istváni örökség lényegét, még akkor is távolodóba van nemzetétől, ha élhetett és élt a lehetőséggel, és felvette vagy felveszi a magyar állampolgárságot, miközben azt a politikát bírálja, ami ezt számára lehetővé tette. Rá kell döbbennünk, a nemzethez való viszonyt csak részben mutatja a névjegyzékre történő feliratkozás, vagy a magyar állampolgárság igénylésének ügye. Legyünk őszinték, kisebb részben. Nagyobb részben pedig az mutatja meg a nemzethez való viszonyt, hogy a mindennapokban, a mindennapi döntéshozatali áradatban mik a rendező elvek, mi a mértékadó, mi a meghatározó érték, egy szóval, mi az értékrend? Mik ezek az értékbeli pillérek? Mindenek előtt a kereszténység és az abból fakadó, a rátámaszkodó, a benne kapaszkodót kereső és találó egyéni és közösségi viselkedés. A kereszténység nélkül ma nem léteznénk, mint nemzet. Megkockáztatom és kimondom, a nemzet fölöttiséggel, a multikulturalizmussal erre a pillére mérnek puszta létünket veszélyeztetve legnagyobb csapást. Mert tudjuk, emlékezünk rá, a multikulturalizmus azt mondja, add fel magad, sajátosságaid, olvadj fel, és így válj az egész részévé. Szent István pedig arra tanít intelmeiben, befogadónak kell lennünk, de magunkat nem szabad feladnunk. Ezer évvel ezelőtt Szent István nem tudhatta, hogy a történelem úgy alakul, hogy mi, mint nemzet nem egy országban fogunk élni. De azt tudta, hogyan maradhat meg a nemzet a keresztényi viselkedéshez ragaszkodva. Örökérvényűségét, gondolkodásának színvonalát pedig ennek a továbbvitele mutatja. Az egynyelvű, egyszokású ország esendő és gyönge. A különbözőségből fakadó sokszínűséget tartja értéknek, az önmegtartást és velő együtt a mások különbözőségének elfogadását. Az örökség része az alkalmazkodó készség, az alkalmazkodás kényszere. A politika kötelezettsége, hogy az idő szavára figyelve a tervezett és megtett lépéseknek az aktuális kérdésekre való pontos válaszként kell megjelenniük. Az államalapítás, a kereszténység felvétele, a nomád életmód és az azzal járó sajátosságok felszámolása, a nemzeti értékeknek a kora-középkori formákba történő átmentése mindennek a bizonyítéka. De a modernség, az alkalmazkodás nem jelentett akkor sem, és nem jelenthet ma sem önfeladást, klisészerű viselkedést. Tisztelt ünneplő közösség!
Álljunk meg egy másodperce, és emlékezzünk vissza. Csak az elmúlt egy évben a nemzetpolitikában hányszor hangzottak el bírálatok? Nálunk, irányunkban is. Mert nem a klisészerű, mások elvárása szerinti döntéseket hoztuk. A szabadságokra és a párbeszéd fontosságára hivatkozva, de annak lehetőség elől mindig elmenekülve, hányszor verték félre remegő térddel, de annál nagyobb erőszakossággal és kizárólagossággal a vészharangot, elsiratva a demokráciát, annak intézményeit, a sajtószabadságot, meg ki tudja mi mindent. Remegtek, mert olyan döntések születtek, amelyek nem klisészerűek, nem a többségnek vagy a hatalmi gócok elvárásai értékei szerintiek. És itt jutottunk el, hölgyeim és uraim, az örökség következő eleméhez, az érdekek megfogalmazásához. Nem szükséges újra kifejtenem, ebben a körben végképp nem szükséges újra kifejteni. A közösségi, nemzeti érdeket csak önkörben, egymással párbeszédre törekedve magyarul magyarok fogalmazhatják meg. Akik ebben a folyamatban nem magyarokat emelnek be, szólítanak be, többségi közegben, pártban teszik, vagy tesznek úgy, mintha tennék, felvizezik, szétkenik, szétverik, gyökerében gyöngítik a közösséget, a nemzetet. Ennek az állításomnak semmi köze nincs a kizárólagossághoz, a bezárkózáshoz, a gettósodáshoz. A partner kapcsolat építése pedig csak is így képzelhető el, ha ezeket a dolgokat figyelembe véve önmagunk megtartását elsődleges szempontként megélve találunk másokkal közös nevezőket. Hogy kicsik vagyunk mi itt, és kevesen? Hát persze. De a partnerség nem a számokról szól, hanem az értékekről és a közös érdekről. A VMS Szent István napi központi ünnepségének díszvendége Magyarország honvédelmi minisztere volt. A haza abból jön létre minden nemzedék életében, ahogy az egyes emberek és a belőlük álló közösségek összeadják az erejüket. Így volt ez jó és rossz időkben egyaránt. Ezért, kedves barátaim, emlékeznünk kell. A magyarság jövőjét nem a múltja dönti el. Az dönti el, hogy itt és most mit teszünk meg önmagunkért és egymásért. Az dönti el, hogy mit teszünk meg azokért, akikkel minden nap együtt élünk otthonunkban, azokért, akik velünk egy utcában laknak, és azokért, mindazokért, akik ugyanazt a nyelvet beszélik, mint mi. Az dönti el a jövőnket, hogy mit teszünk meg nemzetünkért, és mit teszünk meg szomszédainkkal, a szomszédos nemzetekkel, a közös előrejutásért. Az dönti el, hogy lesz-e közünk egymáshoz határon innen és túl, az dönti el, hogy lesznek-e közös tetteink, az, hogy részt veszünk-e egymás életében. Az dönti el a sorsunkat, hogy vállaljuk-e azt a részt a nemzet életéből, ami nekünk személyre szólóan jut. Vállaljuk-e azt, amit csak mi magunk tudunk megtenni a magunk helyén. Az dönti el, ha szabad így mondanom, hogy eszünk-e majd közös kenyeret, amit a távoli földek szerteszórt gabonájából sütünk egyé. Kedves barátaim, a szerb nemzettel 1000 éve élünk szomszédságban. Harcoltunk együtt a ránk törő ellenség ellen, és egyebek mellett a magyar hadtörténelem legszebb győzelme, az éppen 555 éve kivívott Nándorfehérvári diadal is közös sikerünk volt. Harcoltunk aztán egymás ellen, és a küzdelmek nyomán kiszolgáltatva minket körülvevő világbirodalmaknak együtt buktunk el. Mindannyiunknak vannak számon kérni való történeteink. Súlyos és nehéz történetek. De mindig emlékezzünk arra is. Éltünk és élünk, és élni fogunk egymás szomszédaiként.
vagyis mindig lesz közös életünk. Az ünnepség keretében Palicson a történelmi egyházak képviselői, Miocs József a Paulinum rektora, Dolinszky Árpád evangélikus szuperintendens és Orosz Attila bácskai református esperes megáldották az új kenyeret. Azt megelőzően a szabadkai Szent Terész Székesegyházban megtartott szentmisén dr. Pénzes János megyéspüspök prédikációjában hangsúlyozta, keresztény hitünk a biztos jövőnket jelenti, életünk és magyar hazánk alapja Krisztus. Nyisd ki a füledet, mondd, őrizd a szívedet, mert hiszen belőle futunk ki az élet. A Szent István napi ünnepségre rengetegen érkeztek, egész Vajdaságból. Számos itteni és anyaországi közéleti személyiség vett részt a rendezvényen. Palicson már a kora délutáni órákban kezdődött a vigasság, a vendégeket a vigadó előtt felállított színpadon az ülési Fonóni Tánc Együttes, valamint a szabadkai Fúgul zenekar fogadta. Örülünk neki, hogy valamit megtudhatunk a múltunkról, meg a jelenünkről. Tetszik ez a rendezvény, és a magyarságot őrizzük. Hanyadszor jönnek a Szent István napi ünnepségre? Harmadik év ez már, de úgy tűnik, hogy minden évben többen is többen vannak, úgyhogy ennek úgy örülünk, hogy legalább amikor ilyen valami ünnepség van, akkor ki tudjunk jönni. Hát, ha valahol itt is ki lehet fejezni az embernek a magyarságát, látja magyar barátokat, magyar testvéreket, látva lesz, hát még vele járó ünnepi hangulat, nem tudok mit mondani, egyszerűen jó itt lenni. Lehet érezni, hogy magyarok vagyunk, de hát ezt így kell elviselni, mi már megszoktuk ezt. Valami pozitív változásokat az elmúlt időszakban észrevett? Hát talán valamit lehet, talán javul a helyzet, hát talán jobban el fognak ismerni bennünket, mint magyarokat. Mennyire fontos az önök családjában a nemzeti ünnep? Fontos, ha bár, tehát nálunk nincs hagyomány szerintem az országunkban, mert az iskolában tiltották, még jártunk, az utóbbi időben fog, tehát egyre fontosabb lesz. És a gyerekeket mennyire nevelik erre? Hát próbáljuk. Például ma mondtam a fiamnak éppen, hogy tudja, hogy ki volt Szent István, és nem tudta, és próbáltam megmagyarázni, hogy az első királyunk volt. Augusztus 20-a van ma Szent István napja. Önöknek mennyire fontos ez a dátum? Hát, mit mondjak magának, mert én szeretem, én örülök nagyon neki, hogy ide tartozunk ebbe a nemzetünk. Az ünnepi műsor keretében a Vajdaság Ifjúsági Kamarazenekar adott hangversenyt Zima Csaba karmester vezényletével. A rendezvény népünnepéllyel, a Molnár Dixieland Band koncertjével zárult.